Fejlődik az SSC szektor. Új informatikai fejlesztő és szolgáltató központ nyílt Debrecenben. 35 új játékelem. Jelenlegi területének duplájára bővítik a Sziget kék játszóteret. Kell a 3 pont. Az Eger ellen folytatná hazai győzelmi sorozatát a Deac labdarúgó csapata. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. Szeptember 24-e péntek van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Informatikai fejlesztő és szolgáltató központot hoz létre Debrecenben és Szegeden a Cosmoconsult. A szoftverfejlesztő cég a két városban összesen 50 új munkahelyet teremt. A vállalat a Debreceni Egyetemmel közös kurzust is indít az informatikai képzés területén. A debreceni és a szegedi beruházások összköltsége 785 millió forint. A belvárosi Agora irodaházban 330 négyzetméteren működik ezután a Cosmoconsult szoftverfejlesztő cég debreceni irodája. A vállalat szegedi központját pedig 100 négyzetméteren hozza létre. A beruházás a két városban összesen 50 új munkahelyet teremt. Microsoft platformon fejlesztünk üzleti szoftvereket, egészen a kisvállalatoknak, nagyvállalati szegmensnek ugyanúgy, és a spektrum az pedig nagyon széles, logisztikai cégeknek, gyártó cégeknek, szolgáltató cégeknek, kereskedelmi cégeknek, építőipari cégeknek, szóval számos egyedi megoldásunk van, amelyek iparág specifikusak. A diplomások mellett középfokú végzettségű IT-fejlesztő és informatikai szakembereket is vár a cég. A vállalat a Debreceni Egyetemmel új közös kurzust indít, és keresi a lehetőséget a szakképzési centrummal is. Pap László polgármester azt mondta, tudásigényes területről van szó, ezért fontos az együttműködés a cég és a város oktatási, szakképzési rendszere, valamint az egyetem között. Biztos vagyok benne, hogy Debrecen számára ez a vállalat is egy olyan lehetőséget jelent, ami megnöveli az esélyét annak, hogy a fiatalokat az egyetem vagy az oktatási időszak befejezése után itt tudjuk tartani Debrecenben. A két városban összesen 785 millió forintból valósultak meg a fejlesztések, amihez a kormány csak nem 275 millióval járult hozzá. Sztárai Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a beruházás és a szolgáltatói szektor bővítése a kormányzati politikába és a városvezetési tervekbe is jól illeszkedik. Van egy nagyon kedvező befektetési környezet, kezdve a alacsony társasági adó, ami 9% és az Európai Unión belül ez a legalacsonyabb, illetve a kormány tudatosan és aktívan konkrét összegekkel is megtámogatja az itt beruházó cégeket. És ez a kettő már együtt egy nagyon komoly előnyt jelent, ezért sok vállalat megtalálja Magyarországot és itt telepedik le. A szolgáltató cég a mostani fejlesztéssel 1000 új üzleti partner bevonását tervezi. Környezet és természetvédelmi kihívások, valamint ezek megoldási lehetőségei. Ez volt a témája a Mi Civakvánk címmel rendezett szakmai napnak. Az ország egyik legnagyobb vízgazdálkodási beruházása a Civakva program. Ennek részeként 2023. szeptemberére a Tisza vizét a keleti főcsatornán át juttatják el Debrecenbe. Az első ütem munkálatai tavasszal kezdődnek. A mai szakmai napot a Mi Civakvánk ötletpályázat kapcsán rendezték, amelyre 70 csapat nevezett, főként fiatalok, közülük 10 juthat tovább. A pénteki pódiumbeszélgetésen részt vett Steiner Attila. Az államtitkár azt mondta, a kormány számos intézkedéssel segíti a környezet és klímavédelmet. Kiemelte, hogy Debrecen ennek kapcsán nagyon előremutató, és a Civakva jó példaként szolgálhat majd más európai városok számára is. Azt próbálja ez a projekt megoldani, hogy a klímaváltozásból adódó időjárásváltozási feltételekhez hogyan fogunk alkalmazkodni, milyen infrastruktúrális beruházások lesznek ahhoz szükségesek, hogy ezeket a hatásokat valahogyan kezeljük. 20 hektárnyi új területet hoztak létre az elmúlt időszakban a Határúti Ipari Parkban. Bővítették az úthálózatot is, hogy a park körbejárható legyen. Itt jelenleg 35 hektárnyi szabad terület van, ahová 8-10 cég betelepülését várják. Az ipari parkot több ütemben csaknem 1 milliárd forintból fejlesztették. 130 hektáros jelenleg a debreceni regionális és innovációs ipari park területe. Az elmúlt bő két évtizedben 60 cég települt ide. Most 35 hektáron biztosítanak itt lehetőséget újabb beruházásoknak.
A parkban új útszakaszt építettek, hogy körbejárható legyen a terület. Ez az ipari parki fejlesztési területből mintegy 20 hektárt állt föl, és ezen a területen szeretnénk 3-5 nagyobb céget, illetve 5-6 kisebb céget vagy kisebb gyárat elhelyezni. A határúti ipari parkban most több mint 6000-en dolgoznak. A cél, hogy ez a szám 10000-re gyarapodjon. Pap László polgármester az átadón kiemelte, az elmúlt 6 évben 700 hektárral nőtt a város iparterülete, a teljes kapacitás mostanra eléri az 1300 hektárt. Biztos vagyok abban, hogy 3-4 éven belül a mögöttünk látható mostani üres terület üzemekkel, gyárakkal fog megtelni, új munkalehetőségeket, munkahelyeket kínálva ezáltal a debrecenieknek és a régióban élőknek. Meggyőződésem így a pandémia tükrében is, hogy a legnagyobb érték a stabil munkahely. Kósa Lajos országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy ez már országos jelentőségű ipari park. Az a fejlődés, amit Debrecen produkált az elmúlt időszakban, nyugodtan mondhatom, hogy amíg a 90-es években az elején Debrecen a vesztese volt a rendszerváltáskori szocialista nagyipar leépítésének, ezt a 21. század elejét biztos, hogy megnyeri. Az átadott területen még hátra van a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Emellett lesznek buszmegállók és elektromos autótöltési lehetőség is. A parkot csaknem 1 milliárd forintból fejlesztették, amihez az üzemeltető DIPA Kft. 315 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást kapott. Megkezdődött a Szigetkék játszótér bővítése. A nagyerdei ötholdas pagony területén az eddiginél kétszer nagyobb zöld felületen alakítanak ki egy látogató központú tematikus parkot. Az új 4 évszakos játszóteret várhatóan a jövő év tavaszán vehetik majd birtokba a gyerekek. A Nagyerdőn az ötholdas pagony helyén egy egész évben látogatható tematikus parkot alakítanak ki. A játszótér területe a korábbi duplájára nő. A már meglévő játékok sora további 35 elemmel bővül. A fejlesztés leglátványosabb része mégis a miniváros lesz, ahol többek között iskolát, kórházat és boltot is kialakítanak. Eddig is népszerű volt ez a park, vagy ez a játszótér, korábban ugye Millenniumi játszótér néven futott, aztán lett ötoldas pagony, akkor kerítettük be. Széles Diana alpolgármester azt mondta, a játszóteret egy komfortosabb, látogatóközpontú, a gyerekek és a szülők igényeit előtérbe helyező élményparkká alakítják. Ennek részeként egy 450 négyzetméteres központi épületet húznak fel, amelyben kávézót, rendezvénytermet és babamama szobát is kialakítanak majd. Az a helyzet, hogy nem lehetett igazán leülni. Nyilván néhány könyöklő ki volt rakva, de az, hogy hosszú távú tartózkodás, egy egész család itt tudjon maradni, ahhoz szükséges az, hogy a szülők és a nagyobb gyerekek is itt élményt tudjanak kapni. A bővítésnél fontos szempont volt a természeti értékek megóvása. Erről már Pap László beszélt. A polgármester hozzátette, több mint 5000 cserjét és 3000 évelő növényt telepítenek majd a parkba. Megnézik a látványterveket, akkor pontosan látják, gyakorlatilag ott természeti értékekbe beavatkozás nem történik, a fák azok maradnak, természetesen az erdei funkció az megmarad. Pontosan szeretnénk azt elérni ezzel a fejlesztéssel, hogy itt a város egy központi részén, de mégis az erdei környezet adta előnyöket, a gyerekek ki tudják használni. A fejlesztés 1 milliárd 130 millió forintból valósul meg. A Szigetkék Park várhatóan tavaszra készül el. Megválasztása esetén országgyűlési képviselőként a pedagógusok megbecsülésének és bérének emeléséért lobbizna a Civil Fórum Debrecen Egyesület előválasztási képviselőjelöltje. Fülep Olivér József, a Hajdú-Bihar megyei 2. választókerület előválasztási képviselőjelöltje ma arról beszélt, hogy elfogadhatatlan a pedagógusok bértáblája, mert annak vetítési alapja még mindig a 2014-es minimálbér. Megválasztása esetén ő legalább a duplájára emelni a pedagógusok bérét. Szerinte erre azért lenne szükség, hogy nőjön a tanárok társadalmi megbecsülése, és hogy újra vonzó legyen a tanítói tanári pálya. Fülep Olivér József hozzátette, jelenleg 12000 betöltetlen pedagógus álláshely van az országban. Egy év kihagyás után pénteken újra megtartották a kutatók éjszakáját a Debreceni Egyetemen. A rendezvény célja, hogy érdekes előadásokon, látványos bemutatókon keresztül hozzák közelebb az érdeklődőkhöz a különböző tudományterületeket.
Ilyen, amikor egy PET palacknyi cseppfolyós nitrogént forró vízbe tesznek. Ez csak egy volt azok közül a látványos kísérletek közül, amivel pénteken várták az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Ez az előadó teljesen megtelt, már délután óriási volt az érdeklődés a kutatók éjszakája iránt. Pályaválasztás előtt állok, végzős diák vagyok, tehát úgy gondoltam, hogy ez most jó alkalom lenne arra, hogy eldöntsem, hogy vajon milyen pályára is lépjek. A rendezvény célja megmutatni a Debreceni Egyetemen zajló kutatásokat, illetve hogy megismertessék az emberekkel a tudományterületek szépségeit. A szervezők most is számos újdonsággal készültek. A műszaki karon például különböző gépjárműiparhoz kapcsolódó programokon lehet részt venni, de állatasszisztált terápiával ismerkedhetnek meg Hajdúböszörményben az érdeklődők, és persze vannak a nagyon szeretett programjaink, mint a látványos kémiai kísérletek, vagy az anatómiai körséta is. A látványos és változatos programok pénteken késő estig várják az érdeklődőket. Különleges véradó kampányt indított a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Ma délután 7 városban egy időben várták a donorokat. Egyetlen napra ideiglenes repülőtérré változott a nagyerdei stadion előtti terület. A mentőhelikopter itt az alkalmi véradás helyszínén biztosította az orvosi ügyeletet és várt az esetleges riasztásra. A mostani kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az önkéntesség és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára. A szokatlan véradó programhoz csatlakoztak a DVSC kézilabdázói és focistái is. Mi minden véradási lehetőségnek nagyon örülünk egyébként, hiszen a feladatunk, hogy folyamatos és egyenletes legyen a vérellátás, és mint szervezők tényleg minden lehetőséget megragadunk. A mostani az pedig egy külön szuper felvillanyozott bennünket, hogy hát, hogyha most ez még vonzóbb lesz a véradóknak. Zsinórban 5. hazai győzelmére készül a Deac labdarúgó csapata. Sándor Tamás együttese hétvégén az Egert fogadja a Dóczi utcai sporttelepen. A védelemben több hiányzó is van, ennek ellenére a csapat bizakodva várja a bajnoki mérkőzést. Fordulatokban gazdag mérkőzésen 4-2-es győzelmet aratott szerdán a Deac a Kisvárda második csapata ellen az MB3 keleti csoportjában. 2-0-ás félidei vezetés után egyenlítettek a vendégek, a hajrában azonban a hazaiak a maguk javára fordították a mérkőzést. Székely Dávid szerint ez a fajta tartás kell majd hétvégén az Eger ellen is. Jó csapat az Eger, sokat igazoltak nyáron, a rajtnál kicsit beragadtak szerintem, de már most úgy néz ki, hogy kezdenek összeállni, ugye Berényt is most le tudták győzni. De nekünk itthon mindenképpen a győzelem a cél. A tabella 8. helyén álló egriek eddig 4 győzelem mellett 4 vereséget könyvelhettek el az MB3-ban. A Deac eddig valamennyi bajnokiát megnyerte hazai pályán, és most is ez a céljuk. A védősorban ugyan több sérült is van, Sándor Tamás bízik a jó szereplésben. A Soltész Janó játékára továbbra se számíthatunk. A Szabó Kornél megsérült a hétközi fordulón. Tehát másnak kell azt a pozíciót betöltenie, de nyilván próbáljuk úgy összetenni a csapatot, hogy eredményesek legyünk. A Deac Eger bajnokit vasárnap délután 4 órától játsszák a Dóczi utcai sporttelepen. A találkozót a Debrecen Televízió élőben közvetíti. Megszerezni első szezonbeli bajnoki győzelmét a DVSM Masterwood vízilabda csapata. Az együttes hétvégén a Pécs csapatát fogadja. A BVSC elleni Magyar Kupa búcsú után újult erővel láttak munkához a DVS játékosai. A debreceni pólósok mostantól a bajnokságra koncentrálnak, ahol szeretnék megszerezni idénybeli első győzelmüket. A Pécs ellen hazai medencében erre minden esélyük megvan. Biztos, hogy benne egyébként, hogy nagyon nehéz lesz. Van egy jó centerük, vannak azért különböző posztú jó játékosaik, ezeket már átbeszéltük, tehát gyakorlatilag készültünk azért a játékukból. Héten rengeteget gyakoroltunk, szerintem nagyjából kezd összeállni az, amit a Máté szeretne. A debreceniekhez hasonlóan eddig a pécsieknek sem termett sokba bér a bajnokságban. Török Viktor együttese előbb a Vasas, majd a Ferencváros ellen kapott ki hazai környezetben. A DVS-e vezetőedzője Süveges Máté szerint fegyelmezett és pontos játékkal csapata megszerezheti első bajnoki győzelmét a szezonban. A Pécs az nagyon hektikus játékot játszik, össze-vissza úszkálnak támadásba, ezt kell nekünk fejben lereagálni. Azt gondolom, hogyha meg tudjuk ezeket le tudjuk időben reagálni,
és rájuk tudjuk kényszeríteni a saját játékunkat, a saját védekezésünket, és nem fordulnak természetesen le minket úgy, mint a BVSC, akkor van keresni valónk. A DVSE Pécs bajnokit szombaton délután 4 órától játsszák a debreceni sportuszodában. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb vasárnap este 7-kor jelentkezünk. Töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra!